Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Miközben Jézust elvezették a keresztre feszítés helyére, megragadtak egy bizonyos Simont, Cirenéből valót, aki a mezőről jött. És rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy népsokaság követte Jézust, köztük asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus odafordult hozzájuk, és így szólt: Jeruzsálem leányai, nem miattam sírjatok, magatokat és gyermekeiteket sirassátok, mert jönnek majd napok, amikor azt mondják, boldogok a meddők, az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor azt kezdik majd mondani a hegyeknek, szakadjatok ránk, és a halmoknak, takarjatok el minket. Mert ha a zöldellő fával ezt teszik, mi lesz a szárazzal? Vele együtt vittek két gonosztevőt is, hogy kivégezzék. Amikor a koponya helynek nevezett helyhez értek, megfeszítették őt ott, és vele a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus ekkor így szólt: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Vincent József olvasó táborunk kezdetén szeretnék valami nagyon fontos üzenetet átadni és összefoglalni. Egy mondatban és egy képben, ami így hangzik: nincs a szívemben gyűlölet senki iránt. Mondta Vincenti József 1956-ban 8 évnyi kínzás utáni szabaduláskor mondott beszédében. Fogadjátok szeretettel tőlünk ajándékba ezt a képet a tábor szervezőitől. De mindenki kap belőle, aki csak itt van most a szentmisén. Legyen nálunk ez a kép, nem csak most a tábor ideje alatt, hanem úgy egyébként is. Egy kép többet mond ezer szónál, tartja a mondás. És ez a mondat, hogy nincs a szívemben gyűlölet senki iránt, ezt valóban elhihetjük, hogy komolyan gondolta Vincenti József. Olyan szinten komolyan gondolta, hogy nem csak 1956-ban a szabadulása, a 3,5 napos szabadulása idején hitt ebben és élt így, hanem később is, amikor a 3,5 nap után bejöttek az oroszok, és Vincentinek, hogy életét mentse, az amerikai nagykövetségen kellett menedéket kérnie. Hisszük azt, hogy az egyházunk Jézus vérén áll. És Jézus azt akarta, hogy a tanítványai tanúságot tegyenek ő róla. Ő maga azt mondta János evangéliumban a búcsú vacsorán, a szenvedésre készülve:
Amikor eljön a vigasztaló, akit elküldök majd nektek, az atyától, az igazság lelkét, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. De ti is tanúságot tesztek majd, mert kezdettől fogva velem vagytok. Tanúságot tanni Jézusról, a hitünkről, akkor a legragyogóbb és a legszebb, amikor nagy szenvedésben vagyunk. Vincent József nagyon sokat szenvedett. Gondoljatok bele, hogy karácsonykor tartóztatták le, 1948. december 26-án. Nem sokan múlott, hogy halálra ítéljék. Eredetileg az volt a Rákosi kormány terve, hogy halálra ítélik. De amikor ez a szándék nyilvánvalóvá vált, akkor olyan nagy nemzetközi fölháborodást váltott ki, hogy életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták a halálos ítéletet. Vincent József a szenvedés közben tanúságot tett Jézusról. Még akkor is imádkozott kínzóiért, üldözőiért, amikor olyan beszéd elmondására kényszerítették, ami teljesen a lelki ismerete ellen volt. Ezek bizonyított tények, hogy kábítószerrel és mindenféle rémséges eszközökkel kényszerítették arra, hogy 1949. februárjában bírósági tárgyaláson beismerje bűnösségét. És ennek ellenére hihetünk neki, amikor azt mondja, hogy nincs a szívemben gyűlölet senki iránt. Tanúságot tett Jézusról, ahogy Jézus megígérte tanítványainak. Ti is tanúságot fogtok tenni rólam. Jézus úgy imádkozott, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hányszor elmondhatta ezt ez a szent életű főpásztor? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A mai szentmise sok mindent összefoglal a mi életünkben. Ezek ilyen kis mozaikok, amik ránk vannak bízva, hogy összerakjuk. Nem tudok most nektek itt valami teljességet adni, se időm, se képességem nincs hozzá, de van néhány pici és fontos mozaik, amit így szeretnék nektek átadni, hogy majd rakjátok össze ti. Hogy ez a világ arra ösztönöz minket, hogy keressük a dicsőséget. Ez mindenkorban mindig így volt. Jézus beszél erről a János evangéliumban, 12. fejezet, 43. vers. Farizeusok jobban szerették az emberek magbecsülését, mint az Isten dicsőségét. Mindannyian keressük a dicsőséget. Ez belénk van oltva, eredendően ez a vágy, hogy keressük a dicsőséget. Ez az eredendő vágy jó.
Szeretnénk megdicsőülni, szeretnénk ragyogni, szeretnénk örülni. Egy egészséges, boldog kisgyerek azt mondja anyukájának, apukájának, hogy apu, anyu, nézzétek, mit csináltam, nézzétek, hallgassátok, megtanultam most valamit az oviban, figyelj ide rám. Egy kisgyerek őszintén odaadja a szívét, és azt mondja, hogy figyeljetek rám. Keresi a dicsőséget. Keresi azt, hogy ő rá figyeljenek, hogy szeressék őt. Ezt az eredendő jó vágyat Isten is, és az ördög is ismeri bennünk, és mindkét nagy szellemi erő használni akarja. Isten azt mondja, szolgám vagy, benned fogok magdicsőülni. Az ördög azt mondja, imádj engem, és akkor neked adom a világ minden gazdagságát, hatalmát, dicsőségét. Az ördög utolsó kísértése, a harmadik a pusztában Jézusnak. A dicsőség iránti vágy apró dolgokban is megmutatkozik, olyankor is, amikor észre se vesszük. Az ördög azt akarja, hogy a dicsőséget önmagáért keressük. Isten azt akarja, hogy a dicsőséget ő érte, Istenért keressük. Amikor Mindszenti Józsefet maga a pápa a saját gyűrűjével és köröztjével ajándékozta meg a sok-sok szenvedés után, ez milyen nagy dicsőség volt. De ennek az volt az előzménye, hogy életében négy időszakban, négy alkalommal volt börtönben. Négy alkalommal. A legfrissebb kiadású emlékiratok függelékében, amit szintén Mindszenty József írt, egy nagyon különös kis statisztikát írt le magának. Hát nem tudom, hogy ilyen kicsit ilyen önironikus pillanatában elkezdte összeszámolni egész pontosan, hogy mennyi időt volt börtönben, és ilyen kis statisztikát végzött, és elkezdte kiszámolni, hogyha ezt egy hétre levetíti, akkor hány napot, minden hanyadik napot töltött börtönben. És ahogy idősödött, egyre nagyobb volt ez az arány, egészen odáig, hogy az egész püspöki szolgálatának már 7 napból 6-ot börtönben töltött. Egyébként nagyon fiatalon már kezdő zalaegerszegi papként is volt börtönben. Később veszprémi püspökként is. Veszprémi püspökként azért került börtönbe 1944 őszén, mert képzeljétek el, hogy a veszprémi katolikus, de nyilas párti hívők egy hálaadó szentmisét rendeltek a városban a zsidók elhurcolása utáni napon. És ezt Mindszenty József veszprémi püspökként megtiltotta.
És emiatt azt hiszem, talán 4-5 hónapig volt utána rögtön fogságban. Nagyon érdekes megfigyelni Mindszenty Józsefnek a humorát, amikor azt mondja, hogy valójában őt nem szabadították ki a nyilasok fogságából, hanem a nyilasok elmenekültek, és őt leltári tárgyként ott hagyták a szovjeteknek. És úgy folytatódott egy ideig a fogsága. Leltári tárgyként. Milyen dicsőségre vágyakozhat a szívünk? Arra a dicsőségre, amit Isten akar adni. És Isten meg akar minket dicsőíteni. Isten fel akar minket magasztalni. Isten nem azt akarja, hogy mi semmik legyünk. Volt idő, amikor semmik voltunk. De ő most már nem ezt akarja. Ő most már nem azt akarja, hogy mi semmik legyünk. Hanem azt, hogy fölmagasztaljon minket. Minden fölé, maga mellé. Hogy maga mellé vegyön minket. Ahogy Jézus mondta, eljövök hozzátok, és magammal viszlek benneteket. Hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hogy lássátok dicsőségemet, amelyet az Atya nekem adott a világ kezdete előtt. És hogy ti is részesüljetek ebből a dicsőségből. A legjobb rész még hátra van, ahogy énekeljük az egyik karizmatikus énekünkben. És mi a legjobb rész? Hogy Isten dicsőségében részesüljünk. És ehhez a dicsőséghez a szenvedésen és a szenvedésben való tanulságtételen át vezet az út. Ahogyan Jézus óriási, végtelen nagy dicsősége, hogy a szenvedésben azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ahogyan Mindszenty József azt mondta, nincs a szívemben gyűlölet senki iránt. Ennek a mennyei dicsőségnek van ám földi, a mi életünkben lévő tükörképe, ez pedig az, amikor valakit a katolikus anyaszentegyház eljárása során oltárra emelnek. Konkrétan az erekjét odateszik az oltárlapba. Régen az volt a szokás, hogy csak úgy lehetett misézni, hogyha volt ilyen kő, amit belehelyeztek az oltárba, és ebben a kőben volt egy szentnek az erekjéje. Képzeld el, hogy Isten azt akarja, hogy te szent legyél, hogy ott legyél vele az ő örök dicsőségében, lásd őt, az élő Isten gyönyörű arcát, ott újongj vele, ott uralkodj vele, ott legyél mellette, ezt akarja neked teljesen. A földi életben pedig azt akarja, hogy igen, mindannyiunkat szentté avassanak, mindannyiunkat. Van olyan, amikor a pápa mondjuk 500 spanyol vértanút egyszerre szentté avat. És mi lehetne nagyobb földi dicsőség annál, mint hogy maga a pápa letérdel a te sírodnál. Letérdel a pápa a te sírodnál, és kéri a te közmeljárásodat. Szerintem nincs ettől nagyobb földi dicsőség. Milyen dicsőségeket kínál a világ? Mindenféle győzelmeket, aranyérmeket, pénzt, élvezeteket. Ezek mind mulandók. De képzeld el, hogy a pápa letérdel a sírodnál, és a té közbenjárásodat kéri. Ilyen dicsőséget akar az Isten. Van egy gyönyörű kiadvány, Pannonia Sacra címmel,
ugye ez volt Mincenti bíboros jelmondata, Pannonia Sacra, és van egy ilyen című kiadvány, és ennek a végén van két fénykép, az egyik, amikor a Mincenti József Mária Celli sírjánál térdel a pápa és imádkozik, már Szent II. János Pál pápa, majd pedig a magyarországi újratemetés után Esztergomban, végső nyughelyénél. Mincenti József sírjánál térdelve imádkozott a pápa. És ezt írta Szent II. János Pál pápa. Levelében így tett tanúságot Mincenti József bíboros mellett. Mincenti bíboros egyházhűségének nagyszerű tanúságtételét sok szenvedés szőtte át. Először, mint Veszprémi püspök, majd mint esztergomi érsek végezte lelkipásztori működését hazátok történelmének tragikus korszakában. Joggal állapította meg igen tisztelt elődöm 6. Pál pápa, amikor megemlékezett Mincenti bíborosról halála után egy nappal 1975. május 7-én, hogy a gondviselés őt tette nemes hazájában az egyház 1000 éves történelme legnehezebb és legösszetettebb korszakának főszereplőjévé. Esztergom rendíthetetlen bíboros érseke magasztos erények példáját adta a katolikus világnak. Egy nagy lelki pásztor méltóságával hordozta a fejére helyezett tövis koronát, egy olyan magasztos egyházi személy emlékét hagyva ránk, aki hosszú éveken keresztül tudott imádkozni és szenvedni népéért. Amikor szeretett magyar hazáját elhagyta, ezzel a lelkülettel írta 6. Pál pápának. Szentséges lábaid elé alázattal teszem le ezt az áldozatot, abban a meggyőződésben, hogy az ember legnagyobb szenvedése is, melynek ki lehet téve, kicsivé válik, amikor Isten szolgálatáról és az egyház javáról van szó. Ma tiszteletemet kívánom kifejezni a magyar egyház e nagy papjának, püspökének és prímásának alakja előtt, annak az egyháznak a nevében, mely iránt a hűségnek olyan ragyogó bizonyítékát adta. Ezt mondta II. János Pál pápa. Azt kívánom nektek, magamnak, mindannyiunknak, hogy ébredjen fel bennünk az a vágy, hogy Isten dicsőségébe jussunk, meglássuk az ő élő arcát, és ébredjön fel bennünk az a kis gyermeki, őszinte vágy, hogy halálunk után a pápa odajön a sírunkhoz, és letérdelve a közbenjárásunkat kérje. Szerintem ettől nagyobb dicsőség nincs. És ez csodálatos, mert mi egy élő egyház vagyunk. Az egyház folytatódik a mennyben. Mi a Krisztus mennyasszonya vagyunk. Most itt a földi életben úton vagyunk, a dicsőség a beteljesülés felé. És magéri vállalni mindent. Magéri vállalni a személyes kínlódásokat is. És nehogy azt higgyétek, hogy a Mincenti József bíboros az egész életében egy ilyen már kisgyerek korában is nagypéntakon mondjuk nem övött húst, vagy mit tudom én, és ilyen rózsaszín alakja lett volna. Amikor olvastam az életéről, akkor találtam egy ilyen följegyzést, hogy időnként túlságosan szigorú volt, és 12. Pius pápa kifejezetten írt neki egy levelet, hogy legyen atyaibb szívű, valahogy így fogalmazták, de benne volt ez a kifejezés.
Tehát Mindszenty József egy ugyanolyan bukdácsoló ember volt, mint bármelyikünk. Neki is fakadt oldódnia, hogy ne legyen annyira szigorú, se önmagához, se másokhoz. Aztán még lehetne sorolni esetleg azokat a vonásait, amik megmutatják azt, hogy az ő személyisége is fokozatosan fejlődött. De ha készen nem kapunk semmit, mi se vagyunk készen szentek, hanem fokozatosan válunk azzá egy hosszú úton, amiben beleférnek a görbevonalak, beleférnek a homályban lévő tévedések is. De mindig azzal a hittel, hogy Istenre nézünk föl, hogy ő dicsőjön meg bennünk. A Bibliában is ott vannak ezek az ígéretek, hogy essen el, bár 7-szer az igaz, Isten mégis fölemeli, és végül nem fog elbukni. Most arra hívlak benneteket, hogy álljunk föl, és bátran valljuk meg együtt hangosan a hitünket. Igaz, hogy ma nincs ünnep, de tegyük oda most ezt a hiszek egyet Magyarországért, a Magyar Katolikus Egyházért, a saját szentévállásunkért, hogy Szent József, Mindszenty József, Szent II. János Pál pápa közbenjárására mi is szenté váljunk. Hozzáteszem csak egy pici gyors zárójelben, hogy egyébként II. János Pál pápának is ott volt a József név a nevében, Karol József Wojtyla. Valljuk meg hitünket! Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában,